Kívülről már késznek látszik a valamivel több mint egy éve épülő sportkomplexum, amely a városi futballpálya szomszédságában található, és amelyet legkésőbb ez év őszére már használatba is lehet venni az ígéretek szerint. A létesítmény összköltségvetése 2 100 000 lej, ebből tavaly 1 300 000 költöttek az építésre, nemrégiben pedig a befejezéshez szükséges összeget is sikerült elkülöníteni az idei büdzséből. Ennek javarészét közművesítésre és a belső munkálatokra költik. A 2015-ös költségvetésbe közel 800 000 lejt foglaltunk bele a beruházási listába, amely összeggel, hogyha minden jó halad, akkor az idén évben be tudjuk fejezni a multifunkcionális sporttermet. Az 500 négyzetméteres ingatlan elsősorban a birkózóké lesz, de más, főként a küzdő sportok edzéseinek is helyet ad majd. Elsősorban természetesen ez a birkozóknak fog szólni, hisz ott van a birkozóterem, de más küzdősportok is beférhetnek, amennyibe az idő megengedi. Ott lesz a labdarúgóknak az öltözője, az atlétáknak, és bízom benne, hogy a szabadidősportot űzőknek is meg tudjuk oldani az átöltözési és zuhanyzási lehetőséget. A székelyudvarhelyi stadiont 1968-ban építették, a multifunkcionális sportlétesítmény a nyugati lelátó helyére épült, a keleti továbbra is a futballpályán zajló mérkőzésekre kilátogató szurkolóknak biztosít ülőhelyet. Ami a focipálya körüli atlétikasávot illeti, az alpolgármester elmondta, múlt héten adtak le egy pályázatot az országos beruházási ügynökséghez, amennyiben pozitív visszajelzést kapnak, az atlétikapályát is felújítják.